Sziasztok! Ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy kinek is érdemes befektetési alapban gondolkodnia, kinek érdemes befektetési alapot vásárolnia. Ugye rengeteg befektetési alap van, rengeteg ajánlatot kapunk különböző befektetési alapokra, de mégis mikor érdemes befektetési alapba vásárolni, ezt fogjuk most körüljárni. A befektetési alap alapvetően úgy működik, mint egy virágüzlet. Gondolj bele, hogy ha például szeretnék vásárolni, vagy szeretnék egy csokrot ajándékozni mondjuk a páromnak, akkor alig ha megyek el virágokat szedni, nem is ismerem a különböző virágokat, nem tudom mi mivel passzol össze, nem is tudom összecsomagolni, összekötni. Sokkal jobb azt egy szakemberre bízni. A virágüzletbe is azért megyünk, hogy a szakember, aki ért a virágokhoz, professzionális módon összeválogassa nekünk azokat a virágokat, amiből aztán egy szép csokrot kapunk, ugyanígy befektetéseknél a különböző részvényekből, kötvényekből egy szép portfóliót tud kialakítani nekünk egy szakember, aki ért ahhoz, amit csinál. Alapvetően a befektetési alap koncepciója tehát rendkívül hasznos, hiszen nekem, mint egyéni befektetőnek nem kell tudnom összeválogatnom a különböző részvényeket, nem kell egyesével megvásárolnom, hanem egy az egybe vehetek egy csokrot, ami beleillik a befektetési stratégiámba. Oké, na de kinek éri meg akkor végül is befektetési alapba fektetni? Az első kulcsfontosságú szempont az az időtáv. Hogyha te nagyon rövid időtávban gondolkodsz, akkor valószínűleg nem fogja megérni befektetési alapba fektetned. Ez azért van, mert a befektetési alapok alapvetően költséget számítanak föl, és hogyha te rövid távon akarsz befektetni, akkor neked inkább a biztonság lesz a fontos, és nem pedig a hozam. A hozamod valószínűleg alacsony lesz. Az alacsony hozamhoz viszont bármilyen költség is társul, az igazából lenyes a hozamodból, tehát valószínűleg ilyen fél éves, egy éves, két éves távra jobban fogsz járni egy állampapírra, vagy akár bankbetéttel. Kivételt képez ez alól például a cégek esetében, hogyha magasabbak lennének a bankbetét kamatok, mint régebben korábban voltak, akkor előfordul olyan, hogy a cégeknek kínált bankbetétek, azok alacsonyabb kamatozást biztosítanak, mint amit a magánszemélyeknek kínálnak általában a bankok, tehát a cégeknek például egy pénzpiaci alap az jó megoldás lehet, jó alternatíva lehet rövid távra. A második, hogy milyen kockázatot vagy hajlandó vállalni. Ha ugyanúgy, ha nagyon kis kockázatot szeretnél csak vállalni, tehát a biztonság a lényeg, akkor nem fogja megérni befektetési alapba fektetni, sokkal inkább akkor érdemes, hogyha minimum vállalati kötvény vagy részvényben gondolkodsz, hiszen ekkor van szükség arra, hogy az értékpapírokat valaki neked összeválogassa. Tehát alapvetően ez a kockázat és időtáv ez összefügg, inkább ilyen 3-5 éves időtartamtól lehet érdemes, és akkor, hogyha neked igazából magasabb hozamra van szükséged, mint amit a bankbetét kínál, és ezért hajlandó vagy magasabb kockázatot is vállalni. A harmadik az, hogy mennyire értesz a befektetésekhez. Ha egyáltalán nem értesz a befektetésekhez, csak megtalált valaki, hogy fektess most be egy befektetési alapba, akkor óva intelek tőle, hogy ezt megted. A befektetési alapokat legtöbben úgy választják ki, hogy megnézik a múltbeli hozamokat, és akkor ráböknek egyre, amelyik a legjobban hozott az elmúlt időben. Ezt ne tedd. Tehát ha nem tudod, hogy pontosan hogy kell megnézned a befektetési alapnak a leírását, a költségeit, nem tudod értelmezni a befektetési stratégiát, akkor nem neked való a befektetési alap. Ha ennél egy kicsit magasabb szinten vagy és jobban értesz hozzá, meg tudod nézni a befektetési alapot, akkor szerintem egy jó befektetés alapvetően befektetési alapban gondolkodni. A legtöbb befektetőnek szinte azt mondhatni, hogy összegtől függetlenül a befektetési alapok kínálják a legjobb megoldást, a legkönnyebb diverzifikációt, a legkönnyebb portfólió kialakítást igazából befektetési alapokkal lehet elérni. Ha nagyon-nagyon értesz a befektetésekhez, tehát profi vagy benne, akkor megint csak lehet, hogy nem neked való a befektetési alap, de legalábbis lehet, hogy akkor már nem aktív alapban érdemes gondolkodnod, ha alapban is gondolkodsz, hanem mondjuk passzív alapban, de az is lehet, hogy te már saját magadnak szeretnéd összeállítani a befektetési portfóliódat, szeretnél cégeket elemezni, szeretnél egyedi részvényeket vásárolni, találsz egy olyan céget, aminek szerinted mondjuk a kötvénye az jobb, mint ami a piacon egyébként elérhető, és te vállalod ennek a kutatásodnak, elemzésednek az eredményének a kockázatát, és te úgy látod, hogy ebben megéri befektetni, akkor lehet, hogy te egyébként magasabb hozamot el fogsz tudni érni, mint egy befektetési alappal. Ebben az esetben ismét csak jobban jársz, hogyha nem befektetési alapban gondolkodsz. De szerintem igazából függetlenül attól, hogy mennyi pénzt akar valaki befektetni, cégről van-e szó, vagy akár egy nagyobb intézményről, érdemes lehet
alapvetően a befektetési alapokban gondolkodni, és a befektetési portfólióban inkább csak az eszközallokációt meghatározni, és nem pedig az egyes elemeket külön-külön kiválasztani. Ez egy csomó időt, egy csomó pénzt és egy csomó szaktudást is meg tud spórolni a kisbefektetőknek. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót. A mai kihívás az lenne, hogy írd meg, hogy te neked van-e befektetési alapod, és hogyha van, akkor írd meg, hogy te passzív vagy aktív befektetési alapot választanál-e inkább. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, sok sikert kívánok, hajrá!